Ez a jelölés számomra nagyon meglepő, ugyanakkor nagyon megható és megtisztelő is. Az okokat keresve gondoltam arra, hogy ezek szerint van értéke és értelme a munkámnak, és ez nagy lendületet adott a jövőre nézve, ugyanis megvalom őszintén, a hétköznapokban hajlamos vagyok elbizonytalanodni. A TV Eger műsorvezetőjeként, szerkesztőjeként, riportereként, illetve az EGRI magazin főszerkesztőjeként és a Kultúrszalon program szervezőjeként is mindig arra törekszem, hogy olyan embereket mutassak be, akik mind a magánéletben és mind a munkaterületén értéket képviselnek. Leginkább a Tenni és Tűrni című dokumentumfilmünkre vagyok a legbüszkébb, amit a legutóbb készítettünk, illetve arra, hogy három darabomat is bemutatták már Egerben, legutóbb tavaly az Egri Tamaszi Fesztiválon. Bízom abban, hogy további munkáimban is méltó leszek az -e a jelöléshez. 30 éve dolgozom a Markot Ferenc Kórházban szülésznőként és laktációs szaktanácsadóként, és leginkább, ahol megtalálható vagyok, az az élet kezdete. És tulajdonképpen én támogatom a szülés-születés és a szoptatás, az anyateljes táplálás minőségét folytatott szakmai munkát, és hiszek abban, hogy az anyákkal is létrejöhet egy olyan szövetség, ahol a hiteles információk mentén ők képesek felelősséget vállalni saját szülésük, babájuk születésének a területén, és hogy ebben a folyamatban a Markot Ferenc Kórház tud nekik segíteni, mint Baba Barát Kórház, és nyilván különböző civil szervezetek és a védőnői szolgálat. Hiszek abban, hogy ennek a szemléletnek van egy, egy közös átütő ereje, és hogy tulajdonképpen ebből egy összességében el is lehet mondani, hogy az én Utam, vagy az én életemben minden út a boba barátsághoz vezet, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Ez a jelölés számomra azt jelenti, nőként, hogy támogathatom a nőket továbbra is, azon az úton, ahol ö, ö, ők felkészülnek a szülésük és a, születi, a babájuk születésére, és egyre többen és többen... Ö, ö, számítanak arra, hogy ez az élmény pozitív lesz, és én ennek a kísérésére <coughs> tettem le a voksomat, és, mert hogy tulajdonképpen szülni jó. És azt jelenti ez a szavazás, hogy ezt, e, ezt az utat támogassam. 1993-ban kerültem Egerbe, akkor e nyertem felvételt a főiskola énekzene szakára, és hát olyan kiváló emberekkel találkozhattam, olyan kiváló tanáraim voltak. Az ember késztetést érzett arra, hogy itt maradjon. Erre a főiskola elvégzése után olyan szerencsés voltam, hogy itt maradhattam tanítani. Aztán zeneakadémiára kerültem, de közben persze maradtam, a doktori iskola közben is maradtam, és már a főiskolás évek alatt elkezdtem foglalkozni a, a színházzal. A Kátai László és Mari Kerzsébet Kollega, kollégáim, barátaim, mestereim ajánlásával, és így hát végigjártam a ranglétrát, kórustakként kezdtem, aztán bekerültem a zenekarba, először hárfázni szintetizátoron, és akkor egyre több produkciót bíztak rám, egészen addig, hogy most már hála Istennek az a megtisztelő feladatom van, hogy én irányíthatom a, a színházi zenekart. Nagyon szeretek itt tanítani, nagyon örülök, hogy Sopron után, ahol születtem, meg ahol nevelkedtem, egy hasonló városban élhetek. És nyilván a, a főiskola, illetve most már egyetem, a város régió zenei életében részt vehetek úgy, hogy a hallgatók, Ból verbúvált zenekarokkal, most már talán a harmadik, negyedik ilyen zenekar, akikkel akár nemzetközi sikereket is érhetünk el. Tehát ez formálódnak ezek a, ezek a zenekarok, és így talán örömet szerezhetek, vagy szerezhetünk közösen az embereknek Itegerben.